Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban Uwe Rosenbergnek az At the Gates of Loyang című játékának az egyszemélyes előkészületeit, majd pedig az egyszemélyes végigjátszását fogom bemutatni. Lássunk is hozzá! Sokan egyébként úgy ismerik a játékot, egyszerűen csak Loyang, és így is szokták emlegetni, de valójában ugye Loyang városának a kapujában fogunk zöldségeket eladni, mint egy farmer a játékban. Ugye itt farmerek leszünk, zöldségtermesztő farmerek. A játék egyébként 2009-es, ha jól emlékszem, és hát egy igazi gyöngyszem Uwe Rosenbergtől, még a kezdeti időszakokból. Leginkább ugye kártya, akciók vannak benne, sokat kell benne azért matekolni, de tényleg valóban nagyon-nagyon jó játék. És egyébként a szólójátékosok körében egy igencsak ismert cím. Manapság már úgy kevesebbszer említik, mint ugye a listákon, ugye a sok új játék miatt, de ettől függetlenül szerintem még mindig sokan szeretik, sokan játszák. Mondjuk nálam is már régen került le a polcról, sajnos. Na, ezek lesznek az akciókártyák, ezek majd milyen mesélek, ugye szintén fognak kelleni. Ugye a mezőkártyák, ugye faalkatrészek, zöldség minden mennyiségben, gyorsan előkészítjük kis tárolójukban. Lesz itt minden, ahogy azt láthatjátok. A kis T alakú táblánkat, ennek egyébként két oldala van, de nem nagyon van értelme, úgymond a két oldalnak már olyan értelembe, hogy játéktechnikailag ugyanaz. Ez a éjszakai oldal, ha valaki azt szereti, ez a nappali, ez így szebb talán. Ugye ezt rakjuk magunk elé, ezen a kis táblán látható, hogy egy kis pontozósáv, ez a jólét útja, amin majd szeretnénk minél előrébb lenni. De valójában ez a játék végén ugye a pontot fogja jelenteni, és egy bolt, ahon majd tudunk adni, eladni, venni különféle zöldségeket. Hát lesz itt minden, ahogy látjátok, búza, tök, répa, káposzta, bab, meg póréhagyma. Na, akkor van egy kis játékos jelölőnk, azt helyezzük a jólét útjának az első pozíciójára, aztán lesz majd egy kis játékos segédletünk, ezt ide lehet éppen rakni, hogyha ne felejtsük el, van egy raktárunk, ezt azzal az oldallal rakjuk le, ahol ugye egyet mutat, tehát itt onnan is lehet látni, ugye, hogy itt még van egy ilyen kis jelölés, hogy két pénzbe fog kerülni átfordítani, erről majd bővenben a végigjátszás alatt. Van egy ugye kezdő mezőnk 9 kis helyjel, és a többi mezőt, ugye azt vegyük külön. Hát vannak itt kártyák, ezek ilyen kölcsönkártyák, ugye, hogyha kölcsön kell kérnünk, ilyen adóságkártyák, hát reméljük ezekre nem lesz szükség, mert kemény negatív pontokat érnek, még ha vissza is tudnánk fizetni, úgyhogy azt most messzire tesszük. Vegyük a további mezőkártyákat, és ebből két kis paklit kéne alakítanunk. Mind a két pakliba rakjunk le egy 3-ast, egy 4-es mezőt, egy 5-ös mezőt, és végül egy 6-os mezőt. Majd a két paklit külön-külön megfogjuk, megkeverjük, és a paklit képen lefele ide rakjuk a kezdő mezőnk mellé, a másik paklit is megkeverjük. És rátesszük. Ezt a kettőt már nem keverjük össze, hanem ugye ez így külön lesz. Na, zöldségek majd ide kellenek. Vegyük a kártyapaklit. Ez a játéknak a lelke. Egy nagyon izgalmas, tényleg kis matekolós játékról van szó, de a fő
mechanikája mégiscsak azért a kártya akciók és azoknak a használata, hát valamint ugye gazdasági játék, azért kell benne matekolni, mint egy igazi farmer, majd egy kis gazdaságot kell alakítanunk, vevőket kell fogadnunk, kiszolgálni őket, és kereskednünk a zöldségeinkkel. Na most a játékban igencsak nagy hangsúlyt kap bizonyos kártyák okán, hát ilyen kis gonosz kártyák ezek, amikkel lehet csipészkedni a másik játékossal, de mivel mi most ugye egy személyes játékot játszunk, így nincs tényleges másik játékos, viszont ki kell raknunk egy ilyen fiktív játékosnak a lapjait. Ezt úgy kell megtenni, hogy fogjuk ugye a paklit, és addig rakosgatjuk ide a lapokat a dobó paklira, amíg nem rakunk le két ilyen alkalmi vásárlót, két törzsvásárlót, egy már van, ez még nem az, meg két ilyen kis árust, ilyen market standot. Akkor még azokból kell egy-egy. Na nézzük, ez sem az. Jó, megvan a két törzsvásárló, és még egy market stall. Jó, ja, bocsánat, ez nem. Mondom, market stall. Jó, hú, azok de jó, pedig na, azért fogunk sírni. Oké, okay. Na. Azokat oda tesszük. Ez pedig a dobópakli lesz, valamint ki kell még alakítanunk egy kártyakínálatot, egy 4x3-ast, akkor azt én rakom most ide. 4. Ja. És a húzó paklit pedig ide rakjuk. Akkor nem tudom, mennyire látszik jól, ezt majd nyilván úgy fogjuk rakni, hogy a játék során rendesen lássátok. Ez lesz majd a kártya kínálatunk, amiből tudunk. A kártya kínálathoz kis emlékeztetőként használhatjuk ezeket a kis pénzjelölőket. Ez a sor majd egy pénzbe fog kerülni, ez a sor itt két pénzbe, és ez a sor is itt két pénzbe fog kerülni. Úgyhogy ezt így ide rakom. Aztán még kirakok gyorsan magamnak pár ilyen, hogy legyen, el fog helyen keresgélni. Ilyen elégedettségi token, satisfaction token, erről is majd bővebben a játékban. Már csak egy dolog van hátra. Egyrészt fel kell töltenünk a boltot. Ugye búza. Tök. Répa, káposzta, és fontos, hogy itt az utolsó két helynél már csak egy bab, tehát ugye erre a két világosabb részhez nem kell, egy póréhagyma, valamint a fiktív játékosunknak a kis árusait is feltöltjük, akkor oda még kell egy tök, egy répa, meg két póri hagyma. Jaj, de jók azok az árusok, de kár, hogy nem mi húztuk őket. De jó is lenne. Jó, ezzel meg is volnánk. A kezdő pénz, amivel majd elkezdjük a kis gazdaságunkat. 10 pénz. 5-ös, 3, 4. Jött. Még ugye az 10, úgyhogy ennyi lenne a setup. Hát, amint láthatjátok, azért bőven 10 perc alatt vagyunk, még úgyis, hogy kicsit meséltem róla, úgyhogy ez elég gyorsan setupolható, elég gyorsan elrakható, hát, ha esetleg valaki nem akarja ennyire így szétszortírozni a zöldségeket, az még gyorsabban, úgyhogy egy igazán gyors játékról van szó, mármint setup szempontjából, maga a játék azért hosszúra tud nyúlni, főleg, amint ezt tudjátok, már meséltem erről, ha kicsit többet szerettek gondolkodni, mint én. De ez az idő, ez azért egy igencsak kellemes időtöltés, hogy meglátjátok, hogy milyen jó lesz majd, miközben itt farmolunk, kereskedünk, és igyekszünk a jólét útján minél fentebb lenni. Na, hát akkor nézzük is a játékot.